Kedves nézőink! A Szerencsi Híradót látják, köszöntöm Önöket! Magnik Evelin vagyok. Az elkövetkezendő időszakban Szerencs Város Önkormányzatának megbízásából a Globo Televízió készíti a város életéről szóló heti közéleti magazin, amely minden szombaton 17 órakor kerül adásba. Nézzük az elmúlt napok legfontosabb híreit Szerencs városából. Folyamatban van a cukorgyár épületeinek állagmegóvása. Idén is megrendezésre került az Ont vezérnapja. Ünnepi megemlékezés a Szerencsi Rákóczi várban. Szerencs történelmének meghatározó eseménye volt a cukorgyár bezárása és lebontása 2008-ban. Azóta a területen maradt raktárak és épületek egy része kezdett az enyészetté válni. Ilyen többek között a gyár egykori irodaépülete, aminek állagmegóvásáért a város önkormányzata megtesz minden szükséges intézkedést. A volt cukorgyár területén megmaradt összes épülettel foglalkozott már az önkormányzat, van, ami már felújításra került, és új épületet is sikerült kialakítani, mint például egy 2400 négyzetméteres csarnok. Megújult a volt kazánház, majd a cukorraktár felújítása is napirendre került. Sikerült megvásárolni a cukorgyár irodaházát tulajdonjogát a hozzátartozó területtel együtt, így annak helyreállítása is megkezdődhetett, és a jövőben ismét betöltheti régi funkcióját. Mindezek megvalósítását három uniós pályázat elnyerése is segítette. A munkálatok jelenleg egy probléma felmerülése miatt szünetelnek, de annak tisztázását követően megkezdődik a tető lefedése, amivel az eddigi 75%-os készültségi állapot 95% vagy akár 100%-osra is emelkedhet. Dolgozunk azon, közösen a képviselőasszonnyal, hogy az itt kialakított körülbelül 1,5-2 hektáros területeket kiajánljuk a HIPÁN keresztül, ez a Szijjártó miniszter úr által vezetett külügyminisztériumnak egy részlege ez a HIPA. A HIPA már korábban is segített és támogatta ennek a volt cukorgyári területnek a rehabilitációját. Gyakorlatilag külföldi befektetőknek, akik Magyarország iránt érdeklődnek és szeretnének befektetéssel élni, azoknak ajánlja ki ezt a területet. Szerencsnek a ismert körülmények között nem csak a történelmi hagyományok, hanem a szomszédban lévő nagy multinacionális cég élelmiszer gyártása következtében, amely jelentős foglalkoztatóerő, jelentős adóerő, nyilván leszűkül az érdeklődőknek a jelenkezési köre, mert csak élelmiszeripari cégeknek a letelepedését tudjuk itt ezeknek a szomszédságába elképzelni. A város vezetősége rajta van azon, hogy minél hamarabb erre a területre kerüljön egy új élelmiszeripari cég üzeme, amihez hasonló szerencsében bíznak, mint annak idején a cukorgyár felépítésének körülményeinél. A terület egy részét a Nestlé birtokolja, akikkel közösen dolgoznak azon, hogy megtalálják a megfelelő vállalkozót, akivel együtt tudják folytatni a munkát ezen a helyszínen. Ehhez kínálják az irodaház épületét is, ami az új üzem kiszolgáló egységeként működhetne. A helyiség másik fontos szerepe az oktatás lenne, amihez mindenképpen élelmiszeripari képzést tudnának elképzelni, hogy kiváló szakemberek tudjanak innen kikerülni és segíteni az új egységeket. Körülbelül 200 millió forintot nyertünk el. Ennek az irodai épületnek a teljes felújítására legalább 400-500 millió forint kellene. Viszont az állagmegóvás az nagyon fontos, tehát fogja tartalmazni a tetőnek a felújítását, hogy ne ázzanak tovább a falak, fogja a villámvédelmi rendszer, az elektronikus rendszernek a felújítását, gyakorlatilag a műemlék jellege miatt a nyílászárók maradnak, de a nyílászárók festésre és javításra kerülnek, tehát karbantartásra kerülnek, és a belső helységeknek a első emeleten olyan állapotba való hozása, hogy oda akár a jövő év elején beköltözhessenek olyan cégek, ha itt megjelennek, akik már itt tudnak egzisztálni és működni. Jól láthatóan itt a cukorgyári főportával kapcsolatosan a Halász Tamás úr által vezetett cégnek a látványcukrászdája is jó ütemben halad, tehát ezzel nagyjából összhangban, amire ez az ősz folyamán jövő év elejére elkészül és átadásra kerül, igyekszünk mi is a jövő év elejére ezt olyan állapotba hozni, hogy itt megjelenhessen az első élelmiszerrel kapcsolatos
tevékenység az irodaépületben. Tehát ha egyébként műemlékvédelmi engedélyt is kellett kérni, a műemlékvédelem előírt több mint 10 féle dolgot, ütemezetten írta elő, és például az irodaháznak a vízelvezetése és más komoly jellegű dolgai, amire a forrás nem volt biztosított, az majd egy második, harmadik ütemben ezt elfogadta a műemlékvédelem is, elfogadták a felettes szervek is, tehát az első ütem fog elkészülni, de ez azt jelenti, hogy már az első ütem végén is használható lesz az irodaház irodahelységként. Az elmúlt esztendőben a főút alsó szakaszának megújítása is eredményesen befejeződött, ami habár sok feszültséggel járt a lakosság és az áthaladók részéről is az építkezés folyamata alatt, a végeredményért megérték az okozott kellemetlenségek. A cél az, hogy lehetőleg már ősz elejére a kamionforgalom is átterelődjön a főútról, ezzel is gyorsítva a város forgalmát. Gyakorlatilag napi kapcsolatban vagyunk a Nestlével, ők kialakították a saját, tehát megszerezték a maradék területet, megvásárolták, kialakították a saját területeken a parkolójukat, kialakították a portaépületet, megegyezés született, azokat a dolgokat intézzük ebben a pillanatban, hogy a Bocskai út felőli kapunak a rendbetétele, a hátsó kapunak a rendbetétele, és gyakorlatilag néhány héten belül a kamion forgalom a főutcáról áthelyeződhet ide, de amíg biztonságosan mindent ki nem építettünk az utolsó szögig, addig ezt nem lehetett megtenni, én ezt korábbra ígértem, ez csúszik egy néhány hónapot, de hát sajnos a bürokrácia és ügyintézés a árammal és mással kapcsolatban nagyon lassú, és ez nehezíti, tehát nem rajtunk múlik. Jó esély van arra, hogy az ősz elejére a kamionforgalom a főutcáról átterüljön ide. Minden feltételünk megvan hozzá, apróságok hiányoznak, a kapu készül, az áram oda vezetése engedély beadva, kialakítva ki van, tehát már csak az émásznak kell rákötni, és akkor azt hiszem, hogy minden akadály elhárul arról. Ezek igazán, tehát 99,5%-nál tartunk abban, hogy ide áttelepüljön a forgalom. A tervek szerint az irodaház épületének rekonstruálása évvégére teljesen befejeződik, ezzel előre mozdítva a terület állagmegőrzését, ami fontos feladata a városvezetőinek. Sok munkával, akarattal és szerencsével hamarosan új élelmiszeripari üzem nyithatná meg kapuit a cukorgyár területén. Szerencs város önkormányzata és a Szerencsi Művelődési Központ jóvoltából idén ismét megrendezésre került Onvezér napja, ami az Onni közösség ünnepe. Augusztus 19-én a szórakoztató programokkal párhuzamosan megemlékeztek Szent István király napjáról is. Az önkormányzat munkájának és a közösség lelkes részvételének köszönhetően idén is egy feledhetetlen élményben volt része minden ide látogatónak. Programok már a reggeli órákban ide vonzották a sportolni vágyókat, hogy összemérhessék képességeiket egy kispályás focibajnokság keretei között. Idén 5 csapat vett részt, akik a hőség ellenére minden beleadva küzdöttek a gólokért. A két pályán zajló meccsek végén szoros eredmények születtek, volt, ahol az utolsó percben dőlt el a játék sorsa. A Kobrák csapata nyerte meg a mérkőzést, amin külön értékelték a legjobb játékosokat is. A foci csapatok helyét a mérkőzéseket követően a gasztronómia vette át, és megkezdődhetett a főzőverseny, amin 6 csapat mérte össze ételkészítési képességeit. Az idei alkalommal a babgulyásé lett a főszerep, ami több versenyző üstjében is fortyogott, mégis mindegyik különbözött az indulók egyedi elkészítési módját tükrözve. Most egy alföldi gulyást készítünk, 4 fajta húsból, krumpli gulyás magyarul, errefelé mi így hívjuk. Mert hogy nem babgulyás, nem erdélyi, nem akármilyen, ez egy egyszerű krumpli gulyás. Korábban is neveztek már hasonló versenyekre? Volt már, igen, amikor úgy hozza a sors, hogy éppen itthon vagyunk, mert rejtvényfejtő ez a klub, ez a Logi klub, és járunk országszerte versenyekre, sok hétvégénket ez igénybe veszi, de amikor van alkalom, akkor szoktunk nevezni, igen. Volt 3. helyünk, 4. helyünk itt a környéken, hát nem igazán, benne van a pakliba, de ez nem olyan, mint a rejtvény. Majd ez másoktól függ teljesen, az ízlésük, hogy stimmel-e, amilyen kell. Hát mindenképpen itt vagyunk, nem teljes létszámmal, mert más rendezvények is vannak, családi dolgok, ilyesmik, de azért itt van.
egy pár ember képviselt. Igen, 10 itt vagyunk körülbelül a 20-ból. Jó az idő, csodálatos, nem fázunk. Dalvíz is van. Dalvíz, ami lényeges. És ismerősök minden oldalról, úgyhogy nagyon jól eltelik az idő. Igen. Ez a tesók csapata, szüleim, testvéreim, kis családunk nevezett be az Ondi falunapra, főzőversenyre. És mivel készítetek a mai nap alkalmából? Babgulyást készítünk. Van ennek valamilyen titkos hozzávalója esetleg, amitől még finomabb lesz étel? Hát majd a legvégén belekerül, igen, egy kis titkos hozzávaló, de azt nem árulom el. Igazán forró napon mégis milyen hangulatban telik itt ez a verseny? Hogy élitek át ez? Fú, hát szerintem a legjobb idő, amit kaphatunk erre, mert napsütést szeretjük, nem esik az eső, együtt vagyunk, hűsítő van, kedvcsináló is, úgyhogy minden megvan a jó hangulathoz. Nem vettünk részt, ez az első, amire beneveztünk. Hát, mivel jól telik az idő, és jól érezzük magunkat, szerintem lesz máskor is ilyen, hogy benevezünk. Hát, ami a legfontosabb, az a bő hagyma, aztán utána a hús mellé mi egy kis füstöltet is belecsempésztünk, és annak a levét is, amit már előre otthon megfőztünk. Aztán nagyon finom kidneybabot tettünk hozzá, sok zöldség, és hát a fűszerek közül is az ízvarázs a legjobb, amit mi mindig szoktunk otthon használni. A csapatok mindegyikénél vidám légkörben történt a főzés, ami egyben összekovácsoló funkcióként is szolgált a társaságokban. Habár a szórakozás volt a fő motivációja a csapatoknak, mégis helyet kapott a versenyszellem. Az Ondi klubba eljárok szeretettel, mert meg szoktak hívni, és nagyon-nagyon lelkesen, és szeretem őket nagyon, és most is megkértek, hogy jöjjek el, és hogy együtt főzni, mert én imádok főzni különben, sütni, főzni, úgyhogy hát most is örömmel jöttem. Hát most egy, hogy mondjam, pince pörkölt ondiasan. Ezt a nevet, mire Ondon vagyunk, ezt a nevet adtuk. Hát ez egy pörkölt, hát ami a pörköltbe csak lehetséges, bele kell rakni becsületesen. Én szerintem, én úgy tanultam édesanyámtól, hogy bő hagymával, ilyen zöldség, paprika, paradicsom, ez az alapja főképpen ennek a pörkölteknek, meg majdnem minden pörköltnek. Hát én így tanultam, még ahol főztem, még mindig meg voltak vele elégedve, és mindig dicsértek érte. Hát bízom benne, hogy ma sem fogok szégyenbe maradni. Úgyhogy aztán utána, amikor ez megvan, hát akkor nyilván ugye a husika benne, legyen bőven, és krumplit majd később, mikor már a pörkölt készen van, akkor titkos dolog. A szívünket, lelkünket beletesszük, és akkor az az igaz, belemegy a krumpli, és megfőzzük. Ennyi. Igazán. Szeretettel jövök mindig ide, és nagyon örülök, mert nagy szeretettel fogadnak. És számítanak esetleg arra, hogy helyezést érhetnek el ezzel az ételen? Hát én mindig számítok, mert én még mindig vittem el díjat. Én még nem voltam olyan versenyen, még nem voltam, hogy ne vittem volna el díjat. Erre mindenkor büszke vagyok. A verseny zsűrije Barátki Lóránt séf, Danyi László és Rácz Miklós feladata volt, hogy meghozzák a nehéz döntést az ízletes ételek között. Az eredménye délután végére megszületett, és a Székely Góbé csapata vehette át az első helynek járó nyereményt. Nem egyedül a főzőversenyen kapott szerepet az étel, hiszen elbírálásra került az Onvezér kedvenc aprósütije versenyre érkezett 20 féle sütemény is, amelyek közül a legjobbakat szintén díjazták. Az elkészült édes és sós sütemények a versenyt követően egy jótékonysági vásár részét képezték, amivel 33 000 forintot sikerült Ond szépítésére összegyűjteni. A délután folyamán az esemény részeként megtekinthető volt egy kiállítás Ficsor Györgyné festményeiből és Lovász Rihárd fotóiból. Ezzel párhuzamosan a focipályán a fiatalabbaknak is kedveztek a szervezők, akiknek rendelkezésükre állt ugrálóvár arcfestés Csillám Tetkó, miközben élvezhették Rita Bohóc lufi hajtogató mutatványait. Továbbá egészen az esti órákig Szerencs és Ond között ingyenesen igénybe vehető kis vonat közlekedett. A kicsiknek és nagyoknak egyaránt kedvezve ügyességi játékokon is részt lehetett venni, mint például gumicsizmahajítás és célbadobás, ahol a legjobban teljesítőket díjazták is a délután végén.
A Szent István napi ünnepi megemlékezésre szintén a délután folyamán Undvezér szobránál esett sor. Nyíri Tibor, Szerencsváros polgármestere tartotta meg először ünnepi beszédét, amiben megemlékezett Undvezérről, akinek hagyatéka ez a község. Véleménye szerint Magyarország történelme különösen izgalmas, és talán sosem fogjuk teljesen megismerni. Mai napig a kelet és nyugat közötti kapcsolatot képviseljük, a mindenkori békéért tartunk ki. Sokszínű kultúránkat Szent Istvánnak köszönhetjük, és ez a hagyaték, ami összeköti nemzetünket. A polgármester urat követően Dr. Kony Zsófia országgyűlési képviselő is szólt az ünneplőkhöz. Nemzetünk feladatának tartja, hogy a több mint egy évezreddel ezen a napon megszületett országot óvjuk és becsüljük. Fontosnak tartja, hogy Szent István az a személy, akit az egyházszakadás követően az ortodox vallás is elismer szentként. Elmesélt egy történetet, amiben bizonyítja, hogy országunk mai napig képviseli a keresztény vallást világszerte. Erre például a Kenyában létrehozott papi szeminárium, amit államalapító királyunkról neveztek el a helybeliek. A beszédeket a 100 éves szerencsi férfikar előadása követte. Az ünnepség folytatásában Galgóci Ferencné szavalatát hallhatták, amit a kenyérszentelés követett. A történelmi egyházak képviselői közösen megáldották, majd megszentelték az új kenyeret. Az ünnepség zárásaként az önkormányzat, a történelmi egyházak és az intézmények képviselői koszorúkat helyeztek el Undvezér szobránál. A focipályára visszaérve Budai Vivien műsorát élvezhették a közönség soraiban, amivel nem ért véget a zenés előadások felhozatala, hiszen nem sokkal utána Újvári Marika és György László színvonalas produkciója kápráztatta el a nézőket. Aki tudja a szép könnyelmű élet titkát, meg becsülendő ki. Na, hogy is van, mondjuk együtt? Te rongyos élet, bolondos élet, mitől tudsz olyan édes lenni, mint a mi? Te rongyos élet, bolondos élet, lesz a felé. Tőlük a polgármester úr vette át a szót, aki köszönetet mondott minden résztvevőnek és szervezőnek, hogy ez a nap ilyen sikeresen megvalósulhatott. Gyakorlatilag falunapnak nevezik, de tavaly Undvezér emlékére állítottunk egy szobrot, és átkereszteltük a falunapot Undvezér emléknapjának, és ez az egész rendezvény ezt a nevet viseli. Méltóképpen megünnepeltük Szent István királyunkat, augusztus 20-át, Undvezért ugye itt a őseinkre gondolva, és természetesen a könnyed szórakozásnak, hiszen az embereknek a kikapcsolódás is kell, hogy kiengedjék a gőzt. Hadcsapat nevezett a főzőversenyre, ilyenkor délután hagyományosan a csapatok által elkészített ételt megkóstolják. Közel 20-an jelentkeztek a sütemény sütőversenyre, aminek a javarésze Ondi hölgy volt, természetesen szerencsiek is, játszóvár, arcfestés és minden olyan, ami a gyerekeknek kell. Hál' Istennek nagyon sokan megmozdultak, nagyon sok fiatal családot láttam, természetesen idősebbeket is. Köszönet a Városi Kulturális Központnak, természetesen a rendező és a támogató Szerencsváros önkormányzata. Úgy gondolom, ez így van jól, hogy a Undiak is érezzék, hogy a városnak a részei, tehát számukra külön napot tartunk, hagyományosan már évtizedek óta ezt sikerült most jó időben megrendezni. A színpadon fellépők vannak, és hát jól láthatom, mindenki jól érzi magát. Szerencsről egy kis vonat hordja az embereket oda és vissza, onnan is elég sokan átjöttek, úgy láttam. Talán többen vagyunk, mint tavaly, vagy mint azelőtt, úgyhogy nagyon sokan igénylik ezt a megmozdulást, hogy szombat este egy kicsit ki tudjanak mozdulni, egy kicsit el tudják engedni magukat, mi meg örülünk, ha az embereknek egy kis örömet szereztünk. Ezt a városnak a saját bevételéből nyilván a
szponzorok is voltak, akik ajánlottak fel, képviselőasszony és néhányan még a itt megemlítése is került Galgóci Katalin, aki kibrusztolta a jégkrémet, tehát támogatták, de az anyagi hátteret a Szerencsváros önkormányzata biztosította. A köszöntés izgatottsága párosult, mivel az egész napi program eredményeinek kihirdetése következett, ami alatt emléklapokat, okleveleket és tárgyutalmakat adtak át a díjazottaknak. A garantált jó hangulat érdekében Ondvezér napját Kocsis Janika táncra bíztató előadása zárta le. A 2023-ban is eredményesen zárult ON közösségének ünnepe, hiszen közel 500 fő vett részt a rendezvényen. Azt látva, hogy erre az ünnepelteli napra szüksége van a lakosságnak, tervezik jövőre is folytatni a megkezdett hagyományt. Augusztus 20-a meghatározó ünnep a magyar név számára, amiről Szerencs városa is megemlékezett egy ünnepség keretein belül. A délutáni órákban a hőség ellenére nagy számban gyűltek össze az ünneplők a Rákóczi vár udvaros palota szárnyában, hogy közösen emlékezzenek meg Szent Istvánról és hagyatékáról. Nyíri Tibor, a város polgármestere köszöntötte a megjelenteket ezen a különleges történelmi helyszínen. A történelmet és annak ismeretét nélkülözhetetlennek tartja, különösképpen a magyarok számára, akik gazdag múlttal rendelkeznek. Minél többet tudunk arról, hogy honnan érkeztünk, annál tisztábban láthatjuk a jövőnket. Egyedülálló népnek tartja a magyarokat a Kárpát-medencében, akik a mindenkori békéért küzdenek Nyugat és Kelet között. Gondolatai szerint tennünk kell azért, hogy magyarok maradhassunk, amihez szükségünk van ünnepekre, egyháziakra, államiakra és családiakra egyaránt. Ünnepi beszédet mondott Dr. Koncz Zsófia országgyűlési képviselő is, aki többek között az ország születéséről emlékezett meg. Szent István példaértékű hadvezérnek és államférfinak gondolja, aki világszerte egyedülálló örökséget hagyott hátra nemzetünknek. Mindig olyan stratégiai és taktikai lépéseket hozott, amelyek a béke elérését szolgálták. Államalapító királyunk életét a kereszténység védelmének szentelte, ami népünk mindennapi értékét képezi mai napig. Úgy gondolja, a szerencsieknek van mit szem előtt tartani, mivel számos olyan örökséget hordoz a város, amire bármikor büszkék lehetnek annak lakosai. Mondani valója végén megköszönte mindazok munkáját, akik a 100 éve nem látott aszály ellenére kitartó munkájukkal tettek azért, hogy idén is új kenyér kerülhessen Magyarország polgárai elé. A beszédek végéhez érve egy meglepetés vendéget köszönthettek a színpadon Paládi Máté személyében, aki a nyár nagy részében a helyi művelődési központban gyakorolt a zongora előadásait. Ezúttal Kodály Zoltán marosszéki táncaiból adott elő részleteket. Az új kenyér megszentelését megelőzően a 100 éves szerencsi férfi kórus éneke hallatszott a vár falai között. Yeah.
Balázs Pál református lelkész, Csajoszki Szabolcs görögkatolikus parókus és Szalvas Péter római katolikus plébános prédikációit szívlelhették meg a résztvevők. Minden helyszínen tartózkodó közösen mondta el egyik legfontosabb imádságunkat, a Mi Atyánkot. Az egyházak megjelent képviselői felszólalásaik után egy ökumenikus imádsággal megáldották és megszentelték az új kenyeret. Az ünnepség a külső udvaron folytatódott, ahol az önkormányzat, a történelmi egyházak és az intézmények képviselői koszorúkat helyeztek el Szent István király emléktáblájánál. A megemlékezés zárásaként a 100 éves Szerencsi férfi kórus közreműködésével hangzott el a szózat. A címlapon az On vezérfalu napon készült fotó látható, amit 2023-ban második alkalommal tartottak meg. A második oldalon a hírdíjat hirdető kőtábla, a polgármester egészséges életmód ajánlója és Magyarország Felfedezői Szövetség Szerencsi táborozása olvasható. A következő oldalon lapunk egyik legfontosabb témájáról, az önkormányzati óvoda jövőjéről írunk. Az utóbbi időben városunkban 2 új egyházi fenntartásban működő nevelési intézmény épül, amiből az egyik már a finisben van, a harmadik pedig a következő években fog. A kérdés így önmagát adta: mi lesz az önkormányzati óvoda sorsa? A témában Nyíri Tibor polgármester adott tájékoztatást, aki a város fenntartásában működő intézmény méltatta, kiemelve az ott dolgozók szakértelmét. A negyedik oldalon Vitányi Béla pedagógus nekrológia olvasható. A hatodik oldalon az idei augusztus 20-ai megemlékezésről írunk. A nyolcadik oldalon Salamin Ferenc építés írásából megismerhetjük a pavilon édességbolt szépségét. A kilencedik oldalon Drótár Ilona, a csokoládégyár ekkori szakszervezeti titkárával készült interjú olvasható. A 16. lapon a legyesbényei Montium borászat tulajdonos adott tájékoztatást az idei esztendő nehéz tapasztalatairól. A 18. oldalon keresztrejtvényt és horoszkópot is találunk a városi havilapban. Kellemes olvasást és kikapcsolódást kívánunk! Tisztelt nézőink! Műsorunkat megtekinthetik az interneten is a Globa Televízió YouTube csatornáján, az applikációnkban és a közösségi oldalunkon. Észrevételeiket, javaslataikat az info@globatv.hu e-mail címre várjuk. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss híradóval legközelebb jövő héten, szombaton 17 órakor várjuk Önöket. Nézzenek minket továbbra is. Viszontlátásra!